Hare Krishna. Én is nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és nagyon megtisztelő ez a nagy érdeklődés. Ahogy Amrita Ananda említette, ez az első előadás egy kis áttekintést fog nyújtani a szövegekről, amelyekről szó lesz ma, és azoknak a kapcsolatát próbálom egy kicsit szemléltetni. De még azelőtt egy kicsit megalapoznám a Szentírásnak a hitelességét. Ugye a filozófiának az episztemológia ága foglalkozik azzal, hogy definiálja, hogy mi a tudás, illetve hogy mi a tudás szerzésnek a legmegfelelőbb módja. Tudásra mindannyiunknak szüksége van az életben, bármit is csinálunk, kellenek hozzá ismeretek, a tudásunk határozza meg, hogy milyen célokat tudunk kitűzni magunknak, illetve hogy milyen módszereket választunk annak az eléréséhez. Ugye fontos, hogy összhangban legyen a célunk és a módszer, amit választunk annak az eléréséhez. Hogyha Sopronba akarok menni, akkor ne üljek fel egy vonatra, ami Szegedre tart. Tehát az ismeretek szükségesek, és a védikus hagyományban a tudás szerzésnek a módszerét úgy hívják, hogy pramána. Azt is jelenti ez a szó, hogy bizonyosság. Mi az a módszer, ahogy igaz tudásra, igaz ismeretre tudok szert tenni a valóságról? És azt mondja, hogy a tudás szerzésnek két fő folyamata van. Az egyiket úgy hívják, hogy áróhapantá, ami azt jelenti, hogy felszálló módszer, a másikat pedig úgy hívják, hogy avaróhapantá, ami azt jelenti, hogy leszálló módszer. Mit is jelent ez? A felszálló módszer lenne az, amikor empirikus úton próbálunk tudáshoz jutni. Az érzékeinkkel, a gondolkodásmódunkkal, a következtetésekkel próbálunk ismereteket szerezni, ugye ez a modern tudománynak a módszere. Ugyanakkor a védikus szövegek rámutatnak arra, hogy milyen korlátai vannak a tudásszerzésnek ennek a módjának, és a fő dolog, amit kiemel, hogy a feltételekhez kötött lelkek, vagyis akik itt vagyunk ebben az anyagi világban, rendelkezünk négyféle hibával, ami lehetetlenné teszi azt, hogy teljes körűen mindennel kapcsolatban tökéletesek legyenek az ismereteink. Ez a négy hiányosság a hibák elkövetése, ugye mindenki hajlamos a hibára. Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy mint lángot a füst, minden cselekedetet valamilyen hiba fed be. Tehát mindenkivel előfordult már, azt hiszem, tisztelet a kivételnek. Hajlamosak vagyunk arra, hogy illúzióba legyünk. Valamit látunk egy déli bábot a sivatagban. Úgy néz ki, mintha víz lenne, de ez csak az illúziónk. Vannak érzékcsalódások, van, amikor az érzékszerveink csapnak be bennünket, van, amikor az elménk csap be bennünket, és ennek a hatására nem tökéletesen észleljük a körülöttünk lévő világot. Van hajlamunk csalni. Ugye megmutatkozik ez például a diákok esetében, amikor küzdeni kell, hogy csak nehogy puskázzak. Ott van a hajlam, de nem fogok puskázni. És hát annyi területen az életben, amikor az ember azt gondolja, hogy valamilyen olyan módon próbál valamit megszerezni, ami nem tökéletes, vagy nem helytálló. Nem azt akarom kapni, amit érdemlek, hanem valami mást. És az utolsó az, hogy tökéletlenek az érzékeink. Ugye ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy korlátozottak vagyunk ebből a szempontból, meddig látunk el, itt a falak korlátozzák a látásunkat, hogy ott van egy fal, hogy azon túl van, azt már nem tudom. A hallásunk bizonyos hangfrekvenciákat tudunk hallani, másokat nem. Tehát, hogy van egy korlátja annak, hogy ott valóságból mit tudunk tapasztalni és felfogni az érzékeinken keresztül. És éppen ezért a védikus szentírások nem a felszálló tudásszerzési módszert javasolják, hanem a leszállót, ez az avaróhapantá. Mégpedig, ugye ez azt jelenti, hogy a tudás leszáll, hogy valakitől, aki már tudásra tett szert, hallom a tudást. De nagyon fontos az is, hogy mi a forrása ennek a tudásnak. Tehát akkor lesz tökéletes tudásom, hogyha tökéletes forrásból hallok. Ki az, aki mindent tökéletesen tud és ért és lát? Ugye ez Isten, aki teremti a világ mindenséget, és ő ugye azon felül, hogy minden ható, minden tudó is, minden tudásnak az eredeti forrása. Tehát a tőle származó tudás, hogyha leszáll egy úgynevezett paramparán vagy tanítványi láncolaton keresztül,
aminek az eszenciája az, hogy nem torzul a tudás, a tanítványi láncolatnak a lényege az, hogy nem torzul ez a tudás, akkor tökéletes tudáshoz lehet jutni ma is. Ezt a tökéletes tudást úgy is hívják, hogy apauruséja, ami azt jelenti, hogy nem embertől származik, hanem a tökéletes személytől, az Istenség legfelsőbb személyiségétől származó tudás. És a pramánák közül, a tudás szerzési folyamatok közül a srutit, vagy az Isten által kinyilatkoztatott tudást nevezik pramána sírómaninak, ami azt jelenti, hogy minden tudásszerzési folyamat közül ez a korona ékkő, a legbiztosabb és a legtökéletesebb. Tehát a védikus hagyomány megértése szerint van lehetőség tudást kapni közvetlenül Istentől, vagyis közvetlenül alatt azt értem, hogy közvetlenül azt a tudást kapni, amit Isten kinyilatkoztat a paramparán keresztül. A kinyilatkoztatás szónak az értelmezi szótárban lévő definíciója az a latin reveláció szóból származik, ahol a vélum szó kendőt jelent, és ez a reveláció azt jelenti, hogy valamiről lerántom a leplet, szó szerint. Ugye így definiálja, hogy általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret, önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely senki mástól semmiféle más módon nem szerezhető meg. Tehát, hogy vannak olyan ismeretek, amihez hozzá tudunk jutni az érzékeinkkel. Nem azt mondja a védikus tanítás, hogy semmilyen tudásra nem lehet szert tenni az empirikus módon. De mindenre kiterjedő, tökéletes, abszolút tudásra a világról, és azon túl, hogy mi van a világon túl, illetve Istenről, csak annak a személynek a jóvoltában lehet, aki feltárja saját magát. Na most, hogy nyilvánul meg ez a tudás az anyagi világban? Először a náda, vagy a finom fizikai hang formájában, ez egy olyan finom hang, ami nem is hallható durva fizikai szinten a füllel, ez a szívben hallható hangvibráció, ami Nárajánnak a lélegzetéből származik, ebből nyilvánul meg aztán az om szótag, amiből megnyilvánul a szanszkrit ABC-nek az összes hangja. A kinyilatkoztatás nyelve a védikus hagyomány szerint szanszkrit, ami egy nagyon különleges nyelv, mert képes arra, hogy a legkülönbözőbb koncepciókat legyenek azok durva fizikai, finom fizikai, metafizikai, transzcendentális koncepciókat közvetítsen. És aztán a szanszkrit ABC hangjaiból rendeződik össze a véda. Ez a véda szanszkrit szó tudást jelent. Tehát Isten adja a tudást, ami szanszkrit mantráknak a formájában nyilvánul meg a teremtés kezdetén. Hogyha védák tartalmát szeretnék megnézni, egy kicsit úgy lehet rá tekinteni, mint egyfajta használati utasítás a világhoz, amely minden teremtésnek a kezdetén elhangzik. Ugye a védikus felfogás ciklikus időfelfogású, ami azt jelenti, hogy időről időre megteremtődik az anyagi világ, és megsemmisül, és megteremtődik, és megsemmisül, és még az anyagi világon belül is ugye van egyfajta ciklikusság, nem csak mint az évszakok változása, amit megfigyelhetünk, de vannak különböző történelmi korok is, amelyek ciklikusan ismétlődnek. Tehát a teremtés kezdetén mindig megnyilvánítja Krisna azt, hogy itt van ez a világ, ide akartatok jönni, hogyan lehet ezt a legjobban használni. Milyen témákkal foglalkozik, mi a világ eredete, hogyan épül fel a világ és hogyan működik, honnét származunk, mi a létünknek a végső értelme, illetve mi a kapcsolatunk a létező világ végső forrásával, vagyis Istennel. Na most eredetileg a véda hangvibráció formájában nyilvánul meg, ahogy ezt említettem, és szájhagyomány útján öröklődik tovább a tanítványi láncolaton kerül a transzcendentális hangnak a formájában. Tehát nincs, nem írott formában létezik, hanem csak hallott formában, de ahogy a történelem folyamán degradálódik az ember, van ez a ciklus, ez a négy juga körforgás, négy korszaka, az aranykor, ezüstkor, bronzkor és vaskor,
ami ismétlődik, és míg az aranykorban az emberi minőség nagyon kiváló, az erkölcs és a vallás fokozatosan degradálódik, és most a Kali korszakban vagyunk, ami kb. 5000 évvel ezelőtt kezdődött el, és az embereknek a memóriája sokkal rosszabb, mint volt a korábbi korokban. És emiatt Srila Vyászadéva, akit úgy szoktunk hívni, hogy Isten irodalmi inkarnációja, egy felhatalmazott élőlény, aki arra kapott felhatalmazást, hogy a védákban szereplő mantrákat rendszerezze. Ez a szó, hogy Vyásza, azt jelenti, hogy aki feloszt. Tehát ezeket a szövegeket rendszerezte, négy fő részre osztotta, ugye az eredeti véda, úgy is szoktuk hívni, hogy Ékajána Szamhita, hogy egy szöveg volt, ami rengeteg mantrából állt, ezt négy részre osztotta funkció szerint, hogy kik mire akarják használni ezeket a szövegeket, ez főleg áldozatok végzéséhez kötődik, és segítséget kért Ganésától, aki egy elég híres elefántfejű féristen, ő volt az írnoka Vyászadévának, tehát azt szoktuk mondani, hogy Vyászadév írta le a védákat, de valójában ő diktálta Ganésának, aki lejegyezte ezeket a szövegeket, és gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk védikus szent írásokról. Tehát ezelőtt hangvibráció formájában létezett ez a tudás. Ha megnézzük a magyar értelmező kéziszótárban, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy szentírás, akkor ezt a bejegyzést találjuk, hogy vitathatatlan igazság, olyan szövegek, amelyek Istentől vagy isteni késztetésre szent emberektől származnak és tévedhetetlenek. Tehát itt ez a pramán, a tökéletes forrás, hogy egy vitathatatlan igazság, hogyha tényleg szentírás, ami Istentől származik, Isten a tökéletes személy, a tőle származó tudás, az tökéletes, de azt is hozzáteszi, hogy a szentírás lehet olyan is, hogy isteni késztetése szent emberektől származik. Tehát ez nagyon fontos a védikus szentírással kapcsolatban is érteni, hogy amellett, hogy Krisna a teremtéskor kinyilvánítja a védát, megnyilvánulnak ezek a transzcendentális mantrák, ez a hangvibráció, ez idővel kiegészül. Különböző szentek, különböző időkben megnyilvánítják a tudásnak további részeit. Istennek az a célja, hogy ami tudásra szükségünk van itt az anyagi világban, ahhoz, hogy itt boldoguljunk, illetve hogy elérjük az élet tökéletességét, az mindig a rendelkezésünkre álljon. De különböző időkben más fajta tudásra van szükség. Más az emberi természet, mások a képességeink, és ehhez mérten nyilvánulnak meg különböző szövegek, illetve van, hogy el is vesznek, vagy el is tűnnek különböző szövegek. Tehát az eredeti védikus mantráknak, a védában szereplő mantráknak egy nagy része ma már nem felelhető. Tehát ami fontos, hogy a védikus hagyományban nincs lezárt kánon, mivel a tökéletes tudás időről időre más-más formában, más szenteken keresztül, olyan szenteken keresztül, akik nem rendelkeznek a négyféle hibával, amit említettünk, meg tudnak nyilvánulni. Tehát így az eredeti kinyilatkoztatás az idővel kibővült, és a mai napig bővül. Egy történelmi korra szeretném felhívni a figyelmet, ugye a konferencia Gaudia Vaishnavák szemléletében elemzi itt a védikus szövegeket, vagy azokat a szentírásokat vizsgáljuk, amiket a Gaudia Vaishnavák fontosnak tartanak, és abban az értelmezésben, ahogy azt a Gaudia Vaishnavák értelmezik. Kik is ezek a Gaudia Vaishnavák? Ugye Chaitanya Mahaprabhu, ő a legutóbbi Isten inkarnáció, aki alászállt a Földre 1486 és 1534 között élt Bengáliában jelent meg, akit a Gaudia Vaishnavák úgy tartanak, hogy Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége szállt alá, hogy átadja a tanításait. Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy korszakról korszakra megjelenek én, amikor hanyatik a vallás és túlsúlyba kerül a vallástalanság. De Chaitanya Mahaprabhu megjelent, hogy bevezesse ennek a kornak a fő vallásgyakorlatát, ami a Hare Krishna Mahamantrának az éneklése, ez a mantra a templomszobában
ki van téve, hogyha valaki esetleg nem ismerné, akkor ott el lehet olvasni. Illetve, hogy egy nagyon sajátos módon mutasson rá a védikus szövegekben lévő különböző összefüggésekre. A hozzá kapcsolódó tanítványi láncolatot úgy hívják, hogy Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Amikor Krishna az eredeti tanítást átadja, ez nem egyetlen egyszer történik, hanem több személynek is beszél Krishna, többeket is tanít. Az egyik első tanítványa, az első teremtett élőlény, az Úr Brahmá volt, akitől aztán jön egy tanítványi ráncolat, adta át ezt a tudást fokozatosan, és itt egy pár személyiség van kiemelve, az egyik Madhvácsárja, aki egy későbbi tanító volt a Brahma tanítványi ráncolatban, illetve ez a Gaudiya szó, ez Chaitanya Mahaprabhu vonalára utal, Bengált úgy is hívják, hogy Gauda Désa, és a bengáli vajsnavizmus Chaitanya Mahaprabhunak a követőit hívják Gaudiáknak. Innen van ez a Gaudiya vajsnavizmus kifejezés. Sampradaya pedig azt jelenti, hogy tanítványi láncolat. Chaitanya Mahaprabhu nagyon élénkítően hatott az írásra. Nagyon sok szöveg keletkezett Chaitanya Mahaprabhu megjelenése után. Drámák, filozófiai értekezések, nyelvészeti munkák, nagyon sok olyan szöveg keletkezett, amit védikus szentírásnak tekintünk. Ahhoz, hogy valamilyen később keletkezett szöveg védikus szentírásnak minősüljön, fontos, hogy az eredeti védák tanításaival összhangban legyen a szidantája, vagy a konklúziója, az üzenete egy adott tanításnak. Tehát Chaitanya Mahaprabhu hatására is keletkeztek különböző szövegek, és ez azért lényeges, mert itt a konferencia során is fogunk beszélni egészen régi mantrákról, illetve olyan szövegekről, amelyek később a 16. században keletkeztek. Hogyha a védák célját szeretnénk megérteni, a védikus szentírás saját magát egy kívánságteljesítő fához hasonlítja. Ugye mi egy kívánságteljesítő fa? Azt jelenti, hogy oda megyek hozzá, és kívánok valamit, és teljesíti a vágyamat. Tehát a védikus szentírás egy kívánságteljesítő fa, ami különböző vágyakat tud teljesíteni, és ezeket a vágyakat három fő csoportba sorolják, vagy három fő kategóriája van. Lehet, hogy valaki élvezni akarja az anyagi világot. Itt szeretnék boldog lenni. Hogy leszek boldog? Szép, okos, gazdag, egészséges, ami a boldogsághoz szükséges, és hogy tudom a kellemetlenségeket minél inkább elhárítani. Lehet, hogy valakinek ez a célkitűzése, akkor a védikus szentírás megmondja, hogy hogy tudsz úgy élni ebben a világban, hogy a legjobbat tud kihozni belőle. Aztán van, aki azt mondja, hogy hát, bármennyire is törekszem rá, olyan túl jót nem lehet kihozni ebből a világból, mert mindig van szenvedés. Van boldogság, de van szenvedés. És ezt Krisna mondja, sítosna, szukha, dukha, de. Mint ahogy a tél és a nyár váltakozik, változik a boldogság és a szenvedés. És éppen ezért van, akinek a célja az, hogy kiszabaduljon az ismétlődő születés és halál körforgásából, és visszakerüljön, kikerüljön az anyagi világon túlra, van, aki a felszabadulásra vágyik, a véda azt is elmondja, hogy ezt hogy lehet elérni, illetve van, aki az Istennel való eredeti kapcsolatát szeretné felébreszteni, ezt is elmondja a véda, hogy hogy lehet elérni. Tehát ezért egy kívánság teljesítő fa. Itt két idézetet szeretnék megmutatni. Az egyik a Simad Bhagavatamból való, ami az egyik szöveg, amiről később szó lesz, és a Gaudiya Vaisnavák ezt a szöveget tekintik a legfontosabb védikus szövegnek. Itt Krisnát megszólítva, így hangzik ez a vers, hogy újra meg újra a hódolatunkat ajánljuk neked, aki minden hiteles, nyilvánvaló igazság alapját jelented, aki a kinyilatkoztatott szentírások szerzője és végső forrása vagy, és aki az érzékielégítésre biztató védikus írásokban épp úgy megnyilvánultál, mint azokban, melyek arra ösztönöznek, hogy mondjunk le az anyagi világról. Tehát itt szemlélteti ez a vers, hogy sokféle utasítást ad a véda, sokféle dologhoz ad útmutatást. Ahhoz is, hogy tudod az érzékeidet élvezni ebben a világban, és ahhoz is, hogy tudod a lemondást gyakorolni.
És aztán a magyarázatban Prabhupád azt mondja, hogy ezek a szentírások különféle lépcsőfokokon keresztül fokozatosan vezetik a feltételekhez kötött lelkeket vissza Isten országába. Tehát úgy kell elképzelni ezeket a védikus szentírásokat, mint amikor valaki elkezd iskolába járni. És van, aki első osztályos, és van, aki másodikos, ötödikes, nyolcadikos, elvégzi az általános iskolát, megy középiskolába, és aztán megy főiskolára, vagy egyetemre, vagy doktori képzésre. Tehát nagyon sok védikus szentírás létezik, és a különböző lelki megvalósítás szintjén szólítja meg a különböző személyeket. Tehát a védikus, amikor védikus irodalomról beszélünk, akkor beszélünk az eredeti kinyilatkoztatásról, ami teremtésről teremtésre mindig azonos. A védának a mantrái, ezek mindig ugyanazok. Beszélünk arról, hogy ugye Vyászadév felosztotta a védákat, és ezt kiegészítette még ő maga különböző szövegekkel, a puránákkal és a Mahábáratával. Ezekről a szövegekről majd lesz később szó. Illetve, hogy különböző bölcsek megnyilvánítanak további szövegeket egyértelműsíteni a védák célját. Amiatt, hogy olyan sok szöveg van, és olyan sok tudatállapotú személynek szólnak, vannak azok, akik elkezdik tanulmányozni a védát, de elvesznek benne. Ezért nagyon fontos egy lelki tanítómester a védikus hagyományban, aki segít eligazodni a védikus szentírások között. És utoljára a védikus irodalom felosztásáról szeretnék egy picit beszélni. Az egyikről már egy kicsit beszéltünk, ugye ez az eredet szerinti felosztás, ahol igazából két nagy kategóriája van a szövegeknek. Az első a sruti, ami azt jelenti, hogy a hallott tudás, és ide tartozik a négy véda, hogyha valaki esetleg már ismeri ezeket, ez a Rig, Száma, Jajur és Atarva véda, ez az a négy szöveg, amire Vyászadév felosztotta a védát, tehát ez az eredeti kinyilatkoztatás, a hallott tudás, és aztán ez kiegészül a Smritivel, ez a Smriti szó azt jelenti, hogy emlékezés, vagyis az emlékezés útján megnyilvánuló szövegekkel, és ezek a szövegek kiegészítik a Suti által leírtakat. Van egy másfajta felosztása is a védikus szövegeknek, ami tartalmi felosztás, és a tartalmi felosztásban három nagy kategóriára osztják azt a 14 tudásterületet, amivel a védikus szövegek foglalkoznak. Ez a három nagy kategória a véda, a védánga és az upánga. Ugye a véda az megfelel a sutinak, ide tartozik az eredeti négy véda, ez lenne a tudásnak a lényegi része, az eredeti kinyilatkoztatás. Aztán van a védánga, ami a legfontosabb fogalmakkal foglalkozik, illetve segédtudományokkal foglalkozik. Mindjárt megnézzük, hogy milyen tudásterületek tartoznak ide. Az upánga pedig az a része a védikus szövegeknek, ami az alkalmazásról szól. Tehát vannak a mantrák, vannak papok, akik recitálják azokat áldozatok során, de mi köze van ennek az egésznek hozzám? Itt vagyok, egy kis élőlény, aki szeretnék a lelki életben fejlődni, az önmegvalósításban. Mit jelentenek számomra ezek a védikus mantrák? Az upángához olyan szövegek tartoznak, amelyek segítenek megérteni, hogy a mindennapi életünkben hogyan kell alkalmazni azt a tudást, ami a védában szerepel. És ez a három terület, a véda, védánga és upánga igazából 14 tudás területet fed le. Az első az a négy véda, itt most ki is van írva, itt lehet látni, a Rigvéda, a Jajurvéda, Száma véda és Atarva véda. Most az idő hiányában a tartalmukban nem annyira tudunk belemenni, de lényeg az, hogy ezek különböző mantrákat tartalmaznak, illetve prózai szövegeket, amelyek a mantrákat magyarázzák, illetve filozófiai eszmefuttatásokat az anyag és a transzcendens közötti különbségről. Az egyes szövegeknél erről lesz részletesebben szó. A védangánál látjuk, hogy van négy olyan tudásterület, ami a nyelvvel foglalkozik. Hogyha valaki nem érti a szanszkrit nyelvet, akkor nem tudja olvasni a védát. Tehát fontos, hogy
tudjuk a szanszkrit hangtant, ismerjük a versmértékeket, értsük a nyelvtant, hogyan rendeződnek össze a szavak, illetve, hogy a nirukta azt jelenti, hogy szókincs, ez az etimológiáról szól, melyik szó igazából mit is jelent a szövegekben. Aztán a segédtudományokhoz tartozik a szertartásoknak a leírása, illetve a dzsótisa, az idő leírása. Fontos, hogy mit, mikor kell csinálni az életben, milyen szertartásokat mikor kell bemutatni. A legnagyobb terjedelmét a védikus irodalomnak az upánga tölti ki, ami a smritinek a része, és ennek is négy nagy területe van. Az első a mimámszá, ami interpretációs módszereket jelent. Különböző tudatállapotú és különböző célokat megjelölő személyek értelmezik a védának a tanításait. Tehát ide tartoznak különböző iskolák, akik a védát értelmezik. A puránához tartoznak a történeti leírások, ami bemutatja azt, hogy különböző időben különböző személyek hogyan gyakorolták a védikus elveket. A törvénykönyvek, amik a társadalom működését szabályozzák, illetve a nyája, a logikai értelmezése a védikus szentírásoknak. Elég összetett ez a táblázat, egy egész fél éves kurzus fedi ezt le a főiskolán, úgyhogy ez most csak egy kis ízelítő. Utolsó gondolatnak csak szeretnék átfutni azokon a szövegeken, amikről ma szó lesz. A következő előadásban a Sí Isopanisadról lesz szó, ami az eredeti négy védához tartozik, a Jajurvéda része, tehát a Shrutihoz tartozik. Itt a Véda, Védánga, Upánga felosztásban a védához tartozó szöveg. A következő előadáson a Bhagavad Gita-ról lesz szó, ami már a Véda, Védánga, Upánga, tehát az alkalmazott tudáshoz tartozik. Ez a mű a Mahábharatának a része, ami egy külön előadást fog lefedni, de a Bhagavad Gita egy nagyon kiemelt szöveg a Mahábharatán belül, és talán az összes védikus szentírás közül a legismertebb világszerte. Aztán lesz a Srimad Bhagavatamról, ami egy purána, szintén az alkalmazott tudás területén van, ami a Gaudiya Vaishnavák legfontosabb szövege, történeti leírás, és mivel ez a legfontosabb szentírás a Gaudiya Vaishnaváknak, ez lesz a leghosszabb előadás. Erre fogunk kitérni a legnagyobb részletességgel. Szó lesz a Rámájanáról és a Mahábharatáról, ez két eposz, szintén az upángához tartozik, az alkalmazott tudáshoz, azon belül az itihászákhoz, amikor egy-egy család történetén keresztül kerülnek bemutatásra a védikus elvek. És aztán szó lesz a Yoga Sútráról, ami pedig az alkalmazott tudáson belül egy interpretációs rendszer. Nem kifejezetten egy Gaudiya Vaishnava szöveg, azért vettük itt a szövegek sorába, mert a joga szakunknak egy nagyon fontos szent szövege, és szerettük volna ezt is ismertetni, ez egy interpretációs módja a védának. És ezen kívül a további szövegek, ezek mind kifejezetten Gaudiya Vaishnava szövegek, amik a 16. században keletkeztek. A programon lehetett látni ezeknek a címét, Brihad Bhagavatamrita, Upadesamrita, az odaadás nektárja, aminek a szanszkrit címe Bhakti Rasamrita Sindhu, és Chaitanya Charitamrita. Nem tudom, hogy észrevette valaki, hogy mi az a szó, ami mindegyik címben megjelenik. Ugye ez lenne az amrita szó, vagyis a nektár, ugye Chaitanya Mahaprabhunak a tanításaihoz kapcsolódnak ezek a szövegek, amik az Istennel való legnektáribb kapcsolatnak a lehetőségét tárják fel. Ennél részletesebben nem fogok ebbe belemenni, mert lejárt az időm. Ugye ezek a szövegek is interpretációs módszerek, a Védában lévő eredeti verseket és a közöttük lévő kapcsolatokat tárják föl, és teszik egyértelművé a Védának a célját. Én most itt meg is fogok állni, és átadom a szót a következő előadónak. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Hare Krishna!